Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok. Hát a hírek híre emberek, megtörtént. Activision és Bungie szakítottak vége a nagy szerelmnek 2 évvel a szerződésük lejárta előtt. Mi a fene történhetett itt? A jó dolog az egészben remélhetőleg, hogy tényleg jó dolog lesz, illetve hát valószínűleg jó dolog, nos. A Destiny franchise, vagyis hát a Destiny 2 ebből a szempontból, és a név az a Bungie maradt. Ez egy jó hír, úgy gondolom, tehát, hogy a stúdió valószínűleg mindig is úgy volt ezzel a játékkal, hogy valami jobbat és többet akartak adni, vásárló-centrikusabb játékot szerettek volna csinálni, csak ugye a szerződés, ahogy kötötte őket az Activisionhöz, ami kimondta, hát így kell megcsinálni a pénzkeresési lehetőséget, így aztán nektek így kell beleimplementálni ebbe a játékba. Vagyis kijavítom magam, az Activision azt mondta, hogy hát mi így szeretnénk, ti meg úgy rakjátok bele, ahogy akarjátok, de ennek így kell megtörténnie. És akkor megszületett az Eververse, és ugye amikor kijött a Destiny 2, nem éppen volt a legfényesebb játék, amilyen hatalmas potencia van ebben a sorozatban és a történetében. Olyan gyengén indított a Destiny 1 is és a Destiny 2 is, és most arra, amire elérkeztünk, a Forsaken DLC-hez kezdett a játékból valami alakulni. Mi várható a jövőben? A Bungie, ugye ők egy fejlesztő stúdió, és azon kívül még az egyik legnagyobb is a világon. Na most, a fejlesztő stúdiók önmagukban nem feltétlenül tudnak életben maradni, ha nincs meg megfelelő pénzmennyiség a hátuk mögött, akkor a kiadással, a promócióval, tehát azért gondok lehetnek ebből a szempontból. De mivel hogy a Bungie az egyik legnagyobb, ugye mondhatjuk azt, hogy a CD Projekt Red, akik a Witcher-t csinálják, most már csak kimondom, elég jó kis nyelvtörő volt, szóval a CD Projekt Red, akik a Witcher csinálják, ők is egy külön fejlesztő és egyben kiadó saját játékukat adják ki. Nekik sikerült, hogy őszinte legyek. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy a Bungie-nak is fog sikerülni. És hála az égnek, hogy a Destiny nem került ki a kezük közül. Nem tudom, hogy és mi lehetett abban a szerződésben, ami által a Bungie megtarthatta a Destiny-t. Azért ott nem semmi vita lehetett akörül, habár arra gondolok, mivel hogy az Activision kijelentette, hogy nem boldogok a Destiny 2 eladásával, illetve a Forsaken eladásaival, erre gondolok, hogy könnyen elengedték a játékot, mivel lehet úgy gondolták, hogy nincs benne elég potencia, pedig igenis kurvára van. De nem hiszem, hogy tehát azért az Activisionnél elég okos emberek ülnek, üzletemberek ülnek, nem gamerek, nem fejlesztők, üzletemberek ülnek. Biztos vagyok benne, hogy látnak benne üzleti potenciát, hogy mi lehetett a Bungie-nak, az Activisionnel való szerződés, hogy a Destiny 2-t elengedték velük, azt nem tudom. 2 évvel ért ugye korábban véget a szerződés, és a szerződésük még tartott egy Destiny 3, sőt Destiny 4-ig. Szóval Destiny 4 lett volna az utolsó Destiny, amit csinál. Mi fog történni most a Destiny-vel? Hát őszinte leszek, én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretném, hogyha nem létezne Destiny 3, illetve Destiny 4, hanem hozzáadnának a Destiny 2-höz, folyamatosan táplálnák a Destiny 2-t valahogy úgy, ahogy a Warframe-el csinálja a Digital Extreme. Továbbá a pénzkeresési lehetőséget, amit a játékba implementálnak, hogy sokkal barátibb legyen. Amikor az Activision amúgy bejelentette, hogy a Forsaken DLC az nem úgy teljesített, ahogy ők szerették volna, akkor a Bungie kiállt a játékáért, és azt mondták, hogy igenis, a Forsaken az egy jó DLC lett, és pontosan úgy teljesített, ahogy szerettük volna. Na most az Activision szempontja az volt, ugye, hogy ennyi és ennyi pénzt hozzon a piacról be nekik, illetve a Bungie-nak a szempontja az volt, hogy inkább visszacsalogassa a játékosokat, visszacsalogassa a core játékosokat, új játékosokat vonzanak be. Gondolom nem hiába volt ingyenes egy adott ponton a Destiny 2, és azt hiszem, hogy hányan vagytok odakint, akik ingyenes Destiny 2-t letöltötték, és azóta is játszanak vele, sőt, megvettétek a Forsaken DLC-t, mert láttátok, hogy milyen jó potencia van a játékban. Igen, a játék korrekt. Nagyon sok videóst néztem meg ezzel a témával kapcsolatban, és nagyon sok videós hirtelen nagyon a Bungie-nak a védelmére kelt, hogy
ó, végre a Bungie az egyik legjobb stúdió, és hogy milyen jó, hogy ez megtörtént, meg ők biztosan nem akarták, hogy ilyen legyen a Destiny 2. Valószínűleg nem így van, azért a Bungie sem ártatlan a Destiny 2 fejlesztésében, mint ahogy mondtam. Az ő döntésük volt, hogy az Eververse hogy nézzen ki, az Activision megszabta, hogy benne kell legyenek bizonyos fajta mikrotranszakciók, de a többit, az alkotói szabadság azért megvolt náluk, hogy hogyan implementálják bele ezeket a mikrotranszakciókat. Szóval remélem, hogy a Bungie ember rossz szokást nem fogja átvenni az Activision-től, hanem inkább mondjuk tanul egy olyasmit, mint a CD Projekt Red-től, vagy a Digital Extreme-től éppen eltanulnak egy-két trükköt, leutánozzák, azt se bánom, tehát egy sokkal jobb emberbaráti pénzkeresési lehetőséget nyújtsanak. Habár azért a Forsaken eljövetelével sokkal barátibb lett az Eververse is, sokkal könnyebben, gyorsabban, jobban el lehet érni azokat a cuccokat, amik ott vannak, és nem, én legalábbis amikor játszok a Destiny-vel nem szenvedek hiányt ebben, úgyhogy ez már egy jó úton alakul, és nagyon-nagyon szurkolok a Bungie-nak ebből a szempontból, hogy összejön nekik, ugye. A Bungie másik játéka az a Halo volt, vagyis Halo magyarul. Nekem, hogy is mondjam, az első önerőből vásárolt PC-n való első játékon volt a Halo. Egyszerűen lenyűgöző volt, imádtam, és a Halo 2-t is kijátszottam, az ott az utolsó PC még Windows Vista-n, és a többi Halo-val már nem játszottam, mert sosem volt konzolom, nem nagyon szeretem őket. Így aztán lemaradtam, de a sorozat mindig közel maradt a szívemhez, mert annak is nagyon szeretem a történetét, és az Activision megkaparintotta volna a Destiny 2-t, nekem van egy olyan érzésem, hogy a Bungie-nak befellegzett volna. Mert hatalmas idő, erő, energia, ötlet, áradat kell ahhoz, hogy egy ilyen kaliberű játékot kitalálj, mint a Halo vagy a Destiny. És elhiszem, hogy kurva jó fejlesztők vannak ott a Bungie-nál, de egy ilyen kategóriai játékot, amikor egy ilyen stúdióról beszélünk, hogyha ők bejelentenek, hogy jön egy játék, akkor az egész világ oda figyel, és azt várja, hogy a jobbnál jobbat adják ki magukból. A hype-nak való elvárást az elég nehéz teljesíteni. Nem beszélve azért most minden szem a Bungie lesz, hogy hogy alakul majd a Destiny, hogy alakul a sorsuk. Nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és remélem, hogy felvirágozni fog a Destiny 2 ebből a szempontból. Srácok, mit szóltok ez a hirtelen eseményhez? Mit gondoltok, hova fog alakulni a Bungie sorsa, illetve a Destiny 2-nek a sorsa? Fognak valami új játékot kitalálni, kiadni? Meglátjuk. Remélhetőleg hamarosan napvilágot látnak újabb részletek a szerződéssel kapcsolatban, hogy hogy sikerült. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy sikerült a Bungie-nak megtartani a Destiny 2-t, mi állhatott a szerződésbe, vagy tényleg az Activision úgy volt vele, hogy ez nem hoz elég pénzt a konyhára, adjuk el a faszba, vagy hagyjuk meg nekik, mindegy, de meglátjuk. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, figyeltétek-e, hallottátok-e a hírt, mit szóltok hozzá. Ez egy jó pillanat, azt hiszem, a gaming történetében. Nem beszélve arról, hogy az Activision házatájásán stimmel minden. Szóval, aki egy Red Dot pontot, tehát egy Red Dot pontot ad el $3 az a Call of Duty Black Ops 4-ben, ott valami nem stimmel. És nagyon sok fejlesztő, igazgató, és így cég irányító hagyja el az Activision-t, főleg most, hogy ilyen nagyot zuhantak a részvényeik, nem csak az Activision-nek, az EA-nek is, mint egy tendencia lenne. Nem tudom, hogy a gaming világban ez egy tendencia, hogy most, hogy az EA a kettő legnagyobb is zuhant, de én úgy veszem észre, hogy kicsit mindenhol zuhan, úgyhogy valami készülődik ott a háttérben elsúnyulva. Reméljük, hogy nagyot nem fogunk szívni, és nem csak gamer szempontból értem ezt az egészet, hogy a gamer világ összeomlana, az azt jelenti, hogy újabb cégek virágozhatnak fel és erősödnek meg, ami jót tesz. Tehát egy piac összeomlás mindig jót tesz, mert utána csak felemelkedés van. Ha már össze is omlik, és nem csak a gamer világ, reméljük, nagyot nem fogunk vele szívni mi a kis emberek. Srácok, ennyi lett volna a videó, tetszett, dobj egy lájkot, iratkozz föl, nyomd meg a csengőjeleskét, Facebookon megtaláltod, Discord szerverünk a videó leírásában bárki számára elérhető. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!